Kedves kollégák, én így a gyerekmentő szerdák előadássorozatnak egy ilyen leágazásaképpen a gyerekkori égési sérüléseknek a megelőzéséről szeretnék egy néhány gondolatot mondani, mert a múlt héten kaptam egy felkérést arra, hogy az első ellátásról beszéljek gyerekkori égési sérülések esetén, de hogy ebből annyira adódik számomra az, hogy a megelőzésről is szóljunk, mert az eseteink döntő többségét kitevő forrázott és kontaktéget kisdedeknek a sérülése minimum 70%-ban megelőzhető lenne, mint háztartási baleset. Nem beszélve a serdülőknek a magas feszültségű áramütéséről, ami pedig 100%-ban megelőzhető lenne, hogyha azt az egyszerű gondolatot megjegyeznék, hogy nem mászunk vonat tetejére. És hogy néhány dolgot érdemes általános gyerekgyógyászoknak arról megegyezni. Nem titkolt szándék az, hogy esetleg szélesebb körben is terjeszthető mondjuk védőnő felé, hogy mik azok a jellegzetes sérülésformák, amikre érdemes felhívni a szülők figyelmét. Itt néhány leggyakoribb baleseti mechanizmusról kitettem egy pár képet. Ugye a fürdőszobai balesetek közül volt arról az égéses előadásban szó, hogy milyen fontos a boiler hőmérsékletét beállítani megfelelően, hogy ez ne legyen 50 foknál magasabb hőmérsékletű. Ugye ezt mondhatjuk olyan helyeken, ahol nem, hogy boiler nincs meg hőszabályozó, hanem fürdőszoba sem, és kútról húzott vizet melegítenek, és azt fogják felhigítani a fürdéskor. Ekkor viszont, hogyha ilyen helyzet van, akkor nagyon fontos a család figyelmét felhívni, hogy akkor addig valaki fogja meg a gyereket, amíg a megfelelő hőmérséklet ki nem alakul, hogy ne tudjon belebóklászni, beleesni, belehátrálni abba a vízbe, hogy addig ne szaladgáljon. Egy kisgyereknek is, én pontosan emlékszem, hogy 3 éves voltam, amikor a nagyapám megtanította, hogy amikor kinyitom a csapot, akkor először a hideget, aztán a meleget, amikor elzárom, akkor megfordítva. De hogy ma már ilyen hőszabályozós csapok is vannak, ahol a szülő állítja be a hőmérsékletet, és a gyerek maximum a mennyiséget szabályozhatja, de a hőfokot nem tudja megemelni. Hogy számtalan olyan fürdőszobai balesetünk van, amikor egy pillanatra hagyták magára, úgymond a gyermeket, mert kimaradt a pizsama, vagy jaj, a törülköző, kimegyek érte. Tehát ezt is így tanítják égésprevenciós programokban, hogy kisgyereket, hogyha mindenképpen el kell hagyni a fürdőszobát, vedd ki a vízből, csomagold be és vidd magaddal, mert hogyha nem megtekeri a meleg csapot, akkor belefullad, bármi megtörténhet, nem hagyjuk egyedül a fürdőkádban a kisgyereket semmiképpen, egyetlen pillanatra sem, ami sokszor nem egy pillanat, hanem több. Tehát volt olyan testvérpár, akit ilyen kimaradt pizsama miatt hagytak magára a fürdőkádban, az egyik megtekerte a meleg csapot, és a testvéreket egyszerre sikerült elintézni a forró víz által. Tehát ez egy nagyon gyakori sérülés, és abszolút megelőzhető lenne. Ugye erre nagyon fontos felhívni a szülők figyelmét. Aztán a kamillás gőzölés, hát attól embert még meggyógyulni nem látunk, viszont annál több forrázásos sérülés. De teljesen fölösleges, el kell felejteni az egészet úgy, ahogy van. Mászó, kúszó, nagycsecsembő és kisded esetén az ilyen lelógó terítők elhagyásával nagyon sok balesetet lehet megelőzni. A konyha az egy nagyon gyakori terepe a sérüléseknek, a konyha nem játszótér, játszó máshol. Persze ezt mi mondhatjuk akkor, hogyha zsúfolt a környezet, szociálisan hátrányos a helyzet, és nincsen tere a gyereknek játszani, de akkor is nagyon fontos az, hogy a főzést lehetőleg a hátsó platnin végezzük, ne lógjon ki a nyele, amiben beleakadhat, vagy véletlenül lesodorhatja. Nem látok okot, hogy miért kellene bármilyen forró folyadékot hűlni, a földre tenni ott, ahol kisgyerek van. Erre nincsen racionális magyarázat. Rengetegszer belebóklászik, beleesik háttal, belelép, hogyha az forró olaj, amit a földre hűlni tettek le, hát annak egész életre szóló következményei lehetnek. És az ilyen összes ilyen, megnézem, mi van benne típusú balesetet el lehet kerülni, hogyha a gyermeket és a szülőt együtt oktatjuk erről. Nagyon veszélyes az ilyen forró háztartási készülékeknek, vagy forró folyadékkal bíró készülékeknek a lelógó zsinórja az asztallapja alá, amit nem feltétlenül szándékosan húz magára, hanem csak egyszerűen beleakad a gyermek is, és úgy magára húzza. Ezek mind elkerülhető dolgok. Aztán ugyanígy a már esetleg nem is bedugott, de még forró felületű vasaló, és a kontakt égések közül nagyon kiemelném a kihűltnek hitt parazsat, ugyanis nyári időszakban rendkívül gyakran találkozunk ezzel, hogyha szalonnasütés, grillezés, ilyesmi volt,
este, és nem öntötték le vízzel a barazsat. Mindenki kihűltnek hiszi, el is feledkezünk róla, hogy ott volt valami sütés, és másnap délután akár beleesik a gyerek, vagy keresztül szalad rajta, hogyha nincs így körbekerítve, mint itt. Hogyha körbe van kerítve, akkor meg belebotlik, és neki egyenesen beletenyerel, és hát úgy el tudnak merülni a kihűltnek itt parázsban, hogy a két kézfej csukló súlyos harmadfokú égése jön létre, szintén egész életre kiható sérülésekkel. Tehát ezek nagyon jelentős dolgok, öntsük le azt a parazsat, ne gondoljuk, hogy már úgyis kihűlt. Az alján igenis még lehet olyan parázs, ami egy kisgyereknek nagyon komoly sérüléseket okozhat. Nem látok rá okot, hogy kisgyerekkel az ölünkben forró folyadékot tartsunk a kezünkben, tehát vagy gyerek, vagy forró folyadék, választani kell, vagy-vagy. Jó, ezeket így összeszedtem nagyjából a leggyakoribb sérüléseket, vagy a primer prevenciónak a leghatékonyabb módjait, egy ilyen felsorolásszerűen a leggyakoribb sérülési mechanizmusokra koncentrálva. Nyilván a legfontosabb az, hogy ne becsüljük alá a gyerek képességeit. Tehát mindannyian, akik gyerekekkel foglalkozunk, a fejlődésüket követjük, hogy sokszor még mi magunk is nagy meglepetéssel tudjuk azt tapasztalni, hogy mondjuk 2 hétig áll a mozgásfejlődése, látszólag nem történik semmi, és utána egyik napról a másikra valami olyan képességet vesz fel, ami teljesen elképesztő, hogy egyik pillanatról a másikra, hogy tegnap még nem tudtam, ma meg már tudja, és hogy ennek mennyire lehet örülni. Ez igaz, de másrésztről pedig egy csomó új veszélyt is magában rejt. És azzal tudunk a legtöbbet tenni a megelőzés érdekében, hogyha ezt lekövetjük, és ennek megfelelően alkalmazkodunk a gyermek mozgásfejlődéséhez. És hogy nagyon fontos erre azoknak a figyelmét is felhívni, akik nem rendszeresen vannak a gyermek mellett, ugyanis nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy nagyszülőknél, nagynéninél, keresztmamánál történik a baleset, tehát nem ott, ahol a gyermeknek a állandó lakhelye van, ahol már mindent úgy alakította ki, hogy biztonságos legyen, hanem olyan helyeken, ahol csak egyszer-egyszer fordul meg, vagy egyet ott alszik, tehát nagyon sokszor történik ez. Tehát amikor legutóbb a nagyszülőknél aludt, akkor még nem tudott fölmászni, most meg már fel tud. Tehát ne becsüljük alá a képességeit. Múltkor még nem jött rá, hogyha oda tolja a kis sámlit, akkor feléri, most meg már rájön, oda is fogja tolni, és fel is fog menni. Az éhes gyerek elé ne tegyük oda forróna levest, mert bele fog kapni, oda húzza magához. Nagyon sokszor van az, hogy mire a mama elfordul és a kenyeret is oda tenni, addigra a gyerek már fönn van az asztalon és borítja magára a levest, mert hát egyszerűen éhes, és fölmászott és el akarja csípni. Tehát folyamatosan, hogyha valami forró a keze ügyébe kerül, akkor mindig legyen tehát elérhető távolságban, hogy azonnal közbe tudjunk lépni, és ne forduljunk el tőle egy pillanatra sem, mert bármi tényleg megtörténhet, és utána ennek nagyon egész életre kiható következményei lehetnek a hegek révén. Nagyon fontos a primer mellett a szekunder prevenció is, hogy ha már egyszer megtörtént a baj, akkor mit kell tennünk ahhoz, hogy a további károsodásokat vagy szövődményeket elkerüljük, és erre a gyerekeket is tanítják nagyon sok helyen, ahol ilyen programok vannak. Tehát vannak ilyen kiadványok, hogy tanuljuk meg, hogy biztonságos a lakás, és ennek nagyon sok terepe lehet, tehát ez az egészséges rendelésen is, tehát vannak olyan országok, ahol teljesen természetes, hogy az egészséges rendelés, minden egyes orvos-beteg találkozás vagy oltásbeadási időpontnak is a része az, hogy a gyermek pszichomotoros fejlettségi szintjéhez igazodva mindig a veszélyekre felhívják a figyelmet, nem csak égés sérülés, hanem egyéb más sérülések terén is, tehát a megelőzhető betegségekre felhívják a figyelmet. Ugyanúgy a védőnői találkozások, az iskolaorvosi vizsgálat is ilyen terep lehet, és természetesen nyilván lehet kampányszerűen oktatni óvodákban, iskolában ugyanígy. Tehát nagyon fontos minden alkalmat erre megragadni, és én azt gondolom, hogy az a messze a leghatékonyabb, hogyha az adott család életkörülményeihez igazodva egyedileg oktatjuk őket arra, hogy tudják elkerülni a veszélyeket, ismeretében annak, hogy mik a tipikus sérülések, amik az adott gyerekcsoportot is érinthetik, és milyen a szülők iskolázottsága, szociális helyzete, milyenek a lehetőségeik. És ezt nyilván legjobban a házi orvosa fogja tudni, és a védőnője fogja tudni. Tehát a mi felelősségünk gyerekgyógyászként ebben szerintem óriási. Nagyon sok országban vannak, csak néhány példát felvillantva, ilyen tájékoztató, kampányszerű, prevenciós
égés napok, ahol segítenek abban, hogy tehát információt adnak először is. Egy csomó mindent nem tudnak a szülők pontosan. Én is tapasztaltam azt, hogy több diplomás barátok között, amikor néha megláttam, hogy a karjukon tartó csecsemővel a kezükben főznek, vagy hogy a szoptató csecsemőn keresztül veszik a forró teát, és úgy iszik az anyuka, és a hátamon futkosott a hideg, és megkértem, hogy ezt ne csinálják soha többet, hogy sokszor ők is elcsodálkoztak, hogy hát nem is gondoltak rá, hogy ebből baj lehet. Eddig még sose volt baj. És hát akkor mit szóljanak azok, akik aluliskolázottak, és nem tudják. Tehát ez a mi felelősségünk, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Gyerekek számára is vannak ilyen kampányszerű előadások, hogy mit tegyünk, hogyha füsteltelt helységből kell menekülnünk, a földön kúszva-mászva meneküljenek, hogyha már egyszer kijutottál a házból, egy égőházból, semmiért nem menj vissza, se a kutyád miatt, se a semmi miatt. Tehát gyerekeknek is vannak ilyen felvilágosító előadások, felnőtteknek pedig sokszor ilyen szórólapokat is bedobnak, ahol egyszerűen információt adnak, hogy tudta-e, hogy kisgyerek és nagyon idős ember bőre már vékonyabb, és alacsonyabb hőfok is elég ahhoz, hogy mély sérülést hozzon létre. Tudta-e, hogy az összes égés sérülésnek a 60%-a 5 év alatti gyerekek forrázása? Tudta-e, stb. És ugye ezeket mind információt kapnak róla, hogy például egyetlen csésze tea, ami 2,5 deciliter, hogy ez egy kisgyereken 30%-os égési sérülést tud létrehozni. És ezt mi is tapasztaljuk rengetegszer, hogy az ember csodálkozik, hogy mekkora sérülése van, hogy tea, hát egy vödörrel főzték, hogy mennyi tea volt, ez egy leveses lábosba főzték, vagy mit csináltak, és kiderült, hogy egyetlen csésze, ami már ki volt töltve egy sima 2,5 deci, úgy el lehet osztani egy kisgyereken, hogy 30%-os sérülést létrehoz. Tehát ezt az ember nem tudja feltétlenül akkor sem, hogyha iskolázott, tehát erről egyszerűen információt kell adni, és számos ilyen kampány van, ami ebben segíthet. Szintén egy példa arra, hogy égés szempontból tudatosságnak a hete, és akkor felhívják a figyelmet arra, hogy hogyan előzzük meg, ha már megtörtént, akkor mit tegyünk, hogy hűtsük, hogy kérjünk segítséget, stb. Hogyha a távolságtartás intézménye a forró háztartási készülékekre is vonatkozna, az nem volna egy baj. Tehát, hogy mondjuk a kályha vagy a tűzhely körül egy méteres zónában egy gyerekmentes zóna lenne, hát ez egy rendkívül hatékony dolog lenne a konyhai balesetek megelőzése terén. De van egy csomó olyan kiadvány is, ami ebben segít, és mindig a gyermek megfelelő, tehát a pszichomotoros fejlettségének megfelelő veszélyekre felhívja a figyelmet. Az a leghatékonyabb, hogyha tudjuk, hogy kit óvunk és mitől óvunk. Itt ez egy ilyen óriási felmérés volt, valami több tízezres vizsgálat, amiben a égés miatti mortalitásnak mérték fel az okait a különböző életkorokban. 2 év alatt egyértelműen a forrázás és a kontaktégés vezet, és aztán a forrázás egyre inkább háttérbe szorul, kontaktégés is korral egyre kevésbé jelentős, és a lángégés viszont előtérbe kerül, és serdülőknél ez a kicsi, ám de annál jelentősebb elektromos égés, ez az 5%. Az viszont annak, akit eltrafál, annak 100%-nak nagyon jelentős. És ugye ezt megnézzük a valós gyakoriság szempontjából is, nem csak a halálozáson belüli arányok szempontjából, ugye akkor ez az már ismert ábra előjön, hogy ezeknek a kisdedkori vagy óvodáskori sérüléseknek a döntő többsége 90% a házon belül történik, tehát a háztartásban történik. Nem olyan biztos, hogy otthon maradni mindig a legbiztonságosabb. Hogy ezek mind megelőzhető balesetek. És akkor még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit nagyon fontosnak tartok, hogy nagyon komoly a szociális helyzet és az égéssérülés összefüggése, és azt tapasztaljuk mi is, hát erről nincsen pontos statisztikám a Betesda gyermekkórházból, de teljesen egyértelmű napi tapasztalat, hogyha hátrányos szociális helyzetű gyerekek túlnyomó többségben vannak, és a lakossági számarányt jóval meghaladóan reprezentálódnak az égési sérültek között, és hogy az egyébként is meglevő szociális hátrányokat rendkívül felerősíti az égés sérülés, és hogy annyira igazságtalan az, hogy pont ott történik még az égéses baleset is, ahol egyébként is a legnagyobb a baj, mert ezeknek a gyerekeknek az egészséges felnőtt élethez való joguk pontosan ugyanakkora, mint bármelyik másik gyereknek, és hogy nekünk éppen őrájuk kéne centrálni a megelőző
intézkedésekkel, vagy a prevenciós munkával. És itt egyértelműen ez egy ausztrál vizsgálat, de ilyen óriási esetszámokról van szó, tehát a nem égett kórházi betegek az olyan 40 ezer fölötti szám, égett kórházi betegek 10 ezer fölötti, tehát hogy ez nem lehet itt nagy véletlen ebben a dologban, tehát hogy óriási esetszámon igazolták azt, hogy a égett kórházi betegek a nem égettekhez képest rosszabb szociális helyzetűek, teljesen egyértelműen, tehát a legrosszabb szociális helyzetűeknek az aránya az rendkívül kiszélesedett az ő körükben. És ugyanezt az összefüggést meg lehet figyelni a lakóhely és az égéssérülés tekintetében is, tehát égett kórházi betegek a nem égett, tehát más miatt ellátottakhoz képest sokkal kisebb eséllyel jönnek nagyvárosokból, és sokkal nagyobb az esély annak, hogy faluból, sőt tanyáról érkeznek. És ez nekünk is egyértelműen ez a megfigyelésünk, ez teljesen nyilvánvaló összefüggés minden országban. És itt csak egy néhány országból felvillantva, de hozhatnék bármelyik országból, ahol ilyen értelmű felmérés zajlott, teljesen egyértelmű az, hogy a kisebbségeknek a különben is meglevő hátrányai, azok nagyon-nagyon felerősödnek. Tehát Észak-Amerikában például 10 év alatti gyerekeknél a fiúk tekintetében, hogy a fekete fiúnak 3-szor nagyobb esélye van arra, hogy meghal lakástűzben, mint egy fehér fiúnak azonos korúan. Lányoknál ez egyenesen 4-5-szörös szorzó. És hogyha mindenfajta kisebbséget összeveszünk együvé, tehát amit ők most úgy mondanak, hogy people of color, tehát a színesbőrű, bármilyen színesbőrűt, akkor a gyermekkorban, tehát hogy születéstől 19 éves korig terjedően, statisztikailag nézve 3-szor nagyobb az esélye annak, hogy meghal lakástűzben, mint egy többségi fehér gyermek. Tehát ezek óriási különbségek. Görögországban bevándorló és cigány gyerekek között egyenesen 5-szer nagyobb az esélye annak, hogy lángégés szenvednek, mint a görög hazai gyerekek. Peruban is, tehát tényleg mindenhonnan ilyen felmérések vannak, hogyha nem rokon a családfő, hanem egy új házasság vagy új kapcsolat az anyukának, 2-szer olyan gyakorisággal szenved a gyermek égési sérülést. Ugyanebből az ausztrál felmérésből kiemeltem csak azt, hogy az aboriginál gyerekek, akik a nem égés miatti kórházi kezelésben részesülnek 4,9, majdnem 5%-ban, és égés miatt pedig 20%-ban reprezentálódnak az égés miatti kórházi. Tehát hatalmas különbségek szerepelnek, tehát 4-szeres különbség. Tehát ilyet lehetne bárhonnan, a világ bármelyik országából hozni, és én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az egyedi kezelések előtérbe kerülnek minden téren, intenzívben is, meg mindenhol, tehát sokkal hatékonyabb, mint a protokollszerű, vagy a bárkire ráhúzott egységes kezelés, ez a one size fits all, ez nem jön be, és egyre inkább az egyedi terápiák felé megyünk el, ugyanígy az egyedi prevenció felé is kellene elmenni, tehát hogy pontosan ezeket a kisebbségeket kellene megcéloznunk, mert az ő egyéni helyzetük az teljesen más, nem lehet rájuk húzni egy általános prevenciós munkát, mert ott, ahol a kútról húzott vizet melegítik, és azzal fürdetik a gyereket, ott nyilván nem azt fogjuk elmondani, hogy milyen legyen a hőfokszabályozós csap, mert fürdőszoba sincsen. Tehát az egyedi helyzetükre kell egyedi megoldásokat alkalmaznunk. És erre találtam egy szép példát egy amis gyerekek körében végzett prevenciós munkában, amit azért kezdtek el, mert azt tapasztalták, hogy ugye itt az ők úgy élnek, mint ahogy Európában mi a 18. század második felében mondjuk falun éltünk, tehát semmi elektromosság, petróleumlámpa, gyertya, széna, szalma, farm, disznó, pörzsölés. Tehát rengeteg esély van, óriási veszélye van az égéses és forrázásos sérüléseknek, és ez a statisztikában is kijön. Amis kislányoknak 3-4-szeres az esélye arra, hogy kislánykorukban forrázást szenvednek, mint a többségi amerikai gyereknek, már pedig az ő joguk ahhoz, hogy egészséges felnőttek legyenek, az pontosan ugyanakkora, mint a többségi amerikai gyereknek, és mégsem volt az ő körükben prevenciós munka az iskolákban sem, meg a szülők körében sem, és ezen próbáltak itt változtatni. És ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogyha ott megtörténik egy baleset, akkor ott úgy kezdődik a segítségkérés, hogy először kinyitjuk az istálló ajtót, befogjuk a lovat.
a kiskocsi elé, vagy felnyergeljük, és akkor elmegyünk a több mérföldre levő első nyilvános telefonhoz, tehát hogy semmi mobiltelefon, és sokszor órákig tart, amíg megérkezik a segítség, tehát nem nagyon, még fontosabb az elsődleges és a másodlagos prevenciót is oktatni a körükben, és mégsem történt ilyen. Holott ott egy 9-10 éves kislány teljes körűen ellátja a háztartást, hogyha szükséges, tehát tyúkot kopaszt, és szappant főz, és egy csomó veszélye, ételt főz, és mindenféle olyan munkát végez, amivel adott esetben veszélybe sodorhatja magát, és mégsem volt ilyen prevenciós program. És ennek jártak utána, hogy miért nincs, és kiderült, hogy azért nincs, mert azért utasították el ezt a programot, mert a rájuk húzott általános amerikai prevenciós programot, azt kulturálisan érzéketlennek tartották, mert hát az is. Tehát hiába mondjuk el nekik, hogy ne érjen az elektromos zsinór, vagy a vízmelegítőnek az elektromos zsinórja ne lógjon az asztallapja alá, amikor nincsen vízmelegítő és nincsen elektromosság, hanem náluk egész más veszélyek állnak fönt, és egyszerűen nem tartották magukra nézve ezt érdekesnek, vagy semmit nem mondott nekik ez a prevenciós program, mert náluk egész másfajta veszélyek állnak fönt. És ezért kezdtek bele ebbe a programba, és ez szerintem egy gyönyörű példa arra, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Nyilván nem digitális táblán fogják, mert ugye az sincsen az iskolákban, és ez most mindegy, hogy mi erről mit gondolunk, vagy mi a véleményük, ez az ő életük, ez az ő döntésük, és annak az amis kislánynak, vagy kisfiúnak az érdeke az, hogy akkor másféleképpen, de valahogy érjük el őket prevenciós programmal. És egy ilyen mágnes tábla lett a megoldás, ahol a jellegzetes épületet, melléképület, csűr, tehát pont úgy néz ki, mint egy ilyen amis farm, a kis körszakállas emberke, a jellegzetes főkötős asszony, tehát hogy ezt így magukra nézve érvényesnek érzik, és azok a tárgyak szerepelnek rajta, és azok a veszélyhelyzetek, amik az ő helyzetük, az ő számukra valósak, és ezt a magukénak érzik. És így lehetett a szülőket is megnyerni, hogy egyezt ők is úgy érzik, hogy ez az, ami róluk szól, és az ő gyerekeikről szól, és meg lehetett arra nyerni például, hogy poroltót helyezzenek el itt a csűrben, ahol széna meg szalmabálák vannak, és hogy oktassák a gyerekeket erre, hogy mi van, hogyha lángra kap a ruhám, hogy kell görögni a földön. És a tanárnő meg tudja azt tenni, hogy ezen a mágnes táblán elhelyezi a tárgyakat úgy, hogy az veszélyes legyen, és a gyereknek kell felfedezni, hogy mik a veszélyek, hogy mondjuk túl közel van a gyertya a függönyhöz, vagy túl közel van a bölcső a kályhához, és el tudja rendezni úgy, hogy ez biztonságosabb legyen minden szempontból. És ez egy ilyen gyönyörű példája szerintem annak, hogy az egyedi prevenciós program az hogy tud működni. Tehát, hogy van egy ilyen egyedi helyzet, amire egyedi megoldást kell kitalálni, és ugyan a mi helyzetünkben a kisebbségek szempontjából nem ekkora a különbség, vagy a társadalmi elmaradás, de azért nagyon sok tekintetben rólunk is elmondható, hogy ezen a téren kulturálisan érzéketlenek vagyunk, hogyha a saját megoldásainkat, vagy hogyha egy nagyvárosban alkalmazható megoldást akarunk ráhúzni ezekre a hátrányos helyzetű gyerekekre. Tehát őket egyedileg kell elérni, és azoknak a körülményeknek az ismeretében és a szülők iskolázottságának a szintjét felmérve egyedileg tudjuk azt elérni, hogy minél nagyobb biztonságban legyenek ebből a szempontból is. És ebben a munkában az a nehéz, hogy nem lehet visszamérni az eredményességét, mert ezt nem tudjuk kipróbálni, hogy ugyanannál a családnál mi van, hogyha tartunk ilyen prevenciós munkát, és mi van, hogyha nincsen. Tehát ez semmiféleképpen, ezt nem lehet mérni ennek a hatékonyságát, de azért így logikusan elképzelve egyértelmű, hogy ez volna a leghatékonyabb, hogyha ilyen egyedi prevenciós munkát végeznénk, és ezért gondoltam ezt bemutatni, és ez mindannyiunk közös felelőssége. Köszönöm a figyelmet!